Elhunyt az Oscar-díjas Martin Landau, 89 éves volt. A New York-i színész filmes pályafutása előtt a Daily News rajzolójaként dolgozott. Filmes karrierje első fontos állomása Alfred Hitchcock Észak-Észak-Nyugat című alkotása volt, majd játszotta a Kleopátrában, Elizabeth Taylor oldalán. A Mission Impossible sorozatban, majd a Tucker az Autóbolond című filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjjal jutalmazták. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscart 1994-ben kapta meg, Lugosi Béla karakterének megformálásáért a Tim Burton rendezte Ed Woodban.